rengeteg drogbáró volt, mégis ő lett a legnagyobb. De mitől? Mitől lett a legnagyobb? Nem tudom, hogy ő lett a legnagyobb. Én ismertem üzlettársait, akinek háromszor több pénze is volt, és úgy gondolom, hogy édesapám soha nem volt a legnagyobb, talán ő volt a legismertebb. Volt egy Kiko Moncada nevezető úr, aki talán tízszer több pénze is rendelkezett, mint édesapám, sokkal hatékonyabb kábítószerkereskedő volt, mint édesapám. Társak voltak, finanszírozták, segítették egymást. Emlékszem, hogy Kiko Moncada 100 millió dollárt ajándékozott az édesapámnak háborús célokra, és azt mondta Kiko, hogy megmaradt 100 millió dollár, nem tudom, hogyan elkölteni, és a családom jövője is szavatol van úgy, hogy ezt neked ajándékozom a háborúra. Úgyhogy édesapám egyszerűen olyan figura volt, aki sikeres volt kétség a kábítószerkereskedelemben, aki logisztika terén szakértőnek számított a kábítószer elosztása terén, de nem ő volt a legnagyobb. Habár így akarnak emlékezni rá, talán ő volt az egyik legveszélyesebb, talán ezt is ki lehet jelenteni, talán ő volt a Kali klán után, aki a narkoterrorizmusban leginkább térdre kényszerítette az államot. Nagyon ismerté vált a neve, és valóban talán a legismertebb kábítószerkereskedő volt, efelől nincs kétségem, de úgy gondolom, hogy voltak és vannak olyan kábítószerkereskedők, akik sokkal hatalmasabbak az apámnál. Egyszerűen ők csak tanultak a múltból, és megértették azt, hogy a népszerűség, az állammal való szembeszállás terrorista úton, ez nem tesz jót az üzletnek. Jelenleg nem lehet annyira már kábítószer kartelekről beszélni, most már sokkal inkább korporációkról beszélünk a kábítószer világában.